Köszöntöm érzéket ezen a szép késő esti órán, szervusztok! Egy sokszorosan összetetten nyomasztó másfél óra után ülünk itt a stúdióban, amivel kapcsolatban talán az a legadekváltabb kifejezés, hogy zavarban vagyunk. Hamarosan bemutatom majd a vendégemet, de érdemes visszaidézni azt, hogy tegnap este, amikor az adásunkban Ruf Bálint elemezte a helyzetet, hogy a következőképpen fogalmazott, idézem őt, szerintem próbálgatják, hogy mi az ellenszer, és nem lepődik meg, ha az ellenszer a korábbi feleség reaktiválása lenne. Szerintem vagy ma, vagy holnap meg fog jelenni a nyilvánosságban, nem csak mint Facebook aktor, hanem mint arc. És szerintem valamilyen módon el fogják vele mondatni kamerába az ő verzióját. Hogy ez hol lesz, az Indexen, a TV2-n, vagy az M1-en, ezt meg majd kisakkozzák, de biztos, hogy lesz egy ilyen dolog. Ezek voltak Ruf Bálint szavai a tegnapi nap folyamán. Ma pedig valóban azt láthattuk, hogy 8 órától kezdődően Hajdú Péter műsorában Varga Judit volt a vendég. A ma esti vendég viszont a Partizán stúdiójában nem más, mint Török Gábor, akinek egyrészt köszöntöm itt a stúdióban, szervusz, és köszönöm azt, hogy ilyen hosszan kitartottál mellettünk, és vállaltad azt is, hogy később kezdődjön az interjú. Nem tudom, mondom, tényleg zavarban vagyok, mert nagyon keresem azt, hogy mi volt a közvonatkozása ennek az interjúnak. Itt az adás előtt úgy fogalmazta, hogy valószínűleg a interjú ténye. Ez a legtöbb, amit el tudunk erről mondani? Hát én Ruf Bálinttal ellentétben soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen interjúra sor kerül. Ezért gondolom azt, hogy miközben hát tartalmilag kevés olyasmi hangzott el, ami politikailag elemezhető lenne. Szóval nyilván itt egy személyes esetről, személyes drámáról, tragédiáról, személyes nézőpontról volt szó. Önmagában az, hogy egy ilyen eseményre, egy ilyen interjúra sor kerülhetett, azt szerintem politikailag sokat mond a helyzetről, és arról, hogy a hatalomra nézve vett súlyosságát jelzi, vagy mit jelz igazából szerinted? Hát nyilván nehéz most úgy beszélni, mintha biztosak lehetnénk abban, hogy egy interjúban nincs személyes döntés, és az kizárólag a hatalomgyár döntésén múlik. Tehát nyilván nem Varga Judit ellenére jött létre ez az interjú. Nyilván az ő együttműködésére szükség volt, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen interjú ilyen formában, ilyen keretek között ilyen interjúra sor kerülhessen, ahhoz azt gondolom, hogy azért a hatalomgyár számítása, kalkulációja is kellett, vagy motivációja, motiválása egészen pontosan. Úgyhogy én nem gondoltam volna, hogy a helyzet olyan súlyos, hogy ilyen mélységekbe el kell merülni, hogy ilyesmit kell vállalnia egy volt igazságügyminiszternek, a Fidesz lista potenciális első helyezettjének. Én azt gondolom, hogy maga Varga Judit sem gondolta, hiszen nyilván az ő személyes drámája az dráma volt 2 hónappal ezelőtt, 3 hónappal ezelőtt, 1,5 évvel ezelőtt, és mégsem gondolta, hogy nyilvánosság elé kell állni, és azt gondolom, hogy a kettőjük viszonyában, személyes viszonyában nem történt olyan jellegű kitárulkozás, amely indokolta volna ezt a mélységű választ. Magyar Péter is sok mindenről beszélt kettőjük viszonyáról, de azt gondolom, hogy ennyire személyes elemeket nem érintett korábban. Tehát ebben az értelemben az ember érez egy elég erős aszimmetriát, hiszen amikor arról beszélünk, hogy kiteregeti a családi szennyest, azért itt most nagyon ez egyoldalúan történt meg. Magyar Péter korábbi megszólásaiban sok minden volt. Nyilván. Ilyen mélységi információkat hallottunk. Alapvetően nem családi történeteket hallottunk, hanem politikai vádakat hallottunk, amelyeknek nyilván szereplője volt a volt felesége is, és hát a hangfelvétel sem arról szól, hogy ők egyébként hogyan nevelték a nyilvánosságra hozott hangfelvétel, hogy ők hogyan nevelték a gyermekeiket, vagy milyen volt közöttük a személyes viszony, vagy az anyós, após, stb., amiről itt mind hallhattunk, hanem egy politikai kérdést vetett fel. Úgyhogy azt gondolom tehát, hogy ez az interjú politikailag nem sokat adott hozzá a tudásunkhoz, de az, hogy egy ilyen interjú elkészült, és valakik úgy gondolták, nyilván Varga Judittal egyetértve, hogy erre szükség van, azt szerintem mutatja azt, hogy a Fideszben is úgy ítélik meg, vagy az ebben érintettek úgy ítélik meg, hogy a helyzet elég súlyos, és szükség volt erre a nagyon jelentős válaszra, és azért ez egy nagyon komoly áldozatot igénylő válasz volt, tehát nyilván azért Varga Judit ezzel teljesen új szerepben jelent meg a nyilvánosság előtt, mint korábban. Holnap nap egyébként fogunk foglalkozni, mert kiterjedtebben Varga Judit igazságügyi miniszteri tevékenységével egy négy jogi kerekasztal keretében, tehát ezt most nem venném ide. Ugyanakkor szerintem azért a magyar közélet érettségét azt most mindenképpen tesztelni fogja az a helyzet, hogy mennyire lesz képes a nyilvánosság egyszerre akár több igazságot egyszerre kezelni, amelyek lehet, hogy egymással is ellentmondásban állnak. Szerintem annak a lehetőségét, hogy Varga Judit egy bántalmazott nő, ezt nem érdemes megkérdőjelezni, de azt, hogy ő most ezeket a történeteket politikai kalkuláció és haszonszerzés érdekében is használja,
ez eléggé egyértelműnek látszik, és közben az is felmerül szerintem nagyon erőteljesen, hogy nagyon hiányzott ebből a megszólalásából. Ugye egyedül az isztambuli egyezmény ratifikálása kapcsán tölte le magáról a felelősséget, gyakorlatilag a korábbi kormányzati szólamokat megismételve azzal, hogy hát itt a migráció kérdéskörében megfogalmazott mindenféle elvárások miatt nem akarták ezt ratifikálni, de hát azért számtalan egyéb kérdés adódik, ami ha csak kifejezetten a bántalmazásokkal kapcsolatos kormányzati segítségnyújtást, lehetőségeket vette volna számba, ordítóan hiányzott innen, hogy más nem mondjak, a kegyelmi botránynak a közelébe sem jutott az interjú, bár Hajdú Péter egy ponton utalt rá, hogy később mindenképpen visszatérünk rá, de ez teljességgel kimaradt az interjúból. Úgyhogy a politikai értékítéletet még azért annyiban szeretném mindenképpen meghallani, vagy meghallgatni, hogy amit most láttunk, az ugye Orbán Viktor úgy nyilatkozott, hogy itt tévésorozatokkal nem foglalkozik, szomszédokkal nem foglalkozik. Ez itt a Magyar Péter által kirobbantott közéleti helyzet eldallaszosítása, amit jelátunk, és aminek ma egy epizódját volt szerencsénk végignézni, vagy van más típusú politikai kalkuláció mögötte szerinted? Hát műfaját tekintve azért ez a Mónika show volt, azt gondolom, bár kevés Mónika show-t láttam, de azt képzelem hasonlónak, már hogy a témákat illetően, és az az igazság, hogy talán ettől az interjútól nem is kellett várni ezeket a kérdéseket. Tehát a nyilvánosság előtt van, válaszra vár egy csomó olyan kérdés, politikailag releváns kérdés, amit itt nem tett fel a kérdezés, nyilván ezért aztán az interjú alany nem is tudott ezekre válaszolni. Nem tudjuk, hogy az interjúnak milyenek voltak pontosan a körülményei, igen, miért nem került sor ezekre a kérdésekre, de ebbe a műfajba talán nem is fér bele. Tehát továbbra is hiányzik az a nyilvános megnyilatkozás, ahol akár a kegyelmi üggyel kapcsolatban, akár a nyilvánosságra került hangfelvétel tartalmi részével kapcsolatban Varga Judit majd elmondhatja a válaszait. Szerintem ez fontos lenne, igen, vagy legalábbis azt gondolom, hogy talán elvárható is lenne ebben a helyzetben. Ez nem oldotta meg ezt a kérdést, de azért azt lássuk tisztán, hogy itt minden megszólaló, még ha éppen Mónika showban is van, politikai szereplő. Varga Judit is egy politikai szereplő, nyilván a saját politikai érdekeivel, ahogy Magyar Péter is, és ebből a szempontból azért lehet szerintem az ő mozgásukat még egy ilyen helyzetben is elemezni. Nyilvánvaló Magyar Péter számos megszólalásában is hasonló elemeket már korábban is felfedezhetünk, amikor alapvetően érzelmi húrokon játszott. Hát a nehézség az egésznek szerintem pont ez, hogy ez az ügy tele van érzelmekkel, a hozzávaló viszonyban, és mondott, hogy hát ezeket valahogy szét kellene szálozni, tehát lehetetlen. Az ember egy csomó mindent gondolhat egyszerre ezekről a szereplőkről, pont azokat, amiket te is mondtál. Szerintem nekünk, vagy egy politikai elemzőnek azért az a feladata, hogy azt a kérdést tegye fel, hogy ez most akkor hova vezet, vagy mit mutat meg a magyar politika mostani állapotáról, és nem az, hogy belemenjen azokra a részletekbe, hogy illdomos-e egy férnek felvenni a feleség mondatait, vagy hogy érdemes-e egy volt feleségnek ilyen részletekbe menően kitárulkozni. Ezek fontos kérdések. Nyilván a vacsora asztalnál én is a családtagjaimról biztos fogok majd ilyesmikről. Most a húsvéti asztaloknál nagyon sok család fog igazából ezek mentén, a témák mentén beszélgetéseket. És nagy valószínűség, ezeknek lesz politikai következményeik ezeknek a gondolatoknak. Én is kaptam most olyan SMS-t, amely ilyesmire utalt, tehát aki eddig mást gondolt Magyar Péterről, most megváltozott a véleményem, mert magára ismert Varga Judit mondataiban például, és már is ennek van politikai következménye a hozzávaló viszonyban. Tehát ne tegyünk úgy, mintha ezek külön választhatóak lennének. Ezt akartam igazából megkérdezni tőle, tehát ugye Magyar Péterrel kapcsolatban sokan az atombomba kifejezést várták, hogy valamilyen módon majd bemutatja, ugye ezt ő tudatosan tolja le magáról. De igazából Varga Judit részéről most nem egy magánéleti atombombát láthattunk az elmúlt 1 óra 40 percben? Igen, viszont fontos, de. Fontos látni azt, hogy az atombomba nem náluk van. Nyilván az atombomba az mi vagyunk, a magyar választók az atombomba. Az hozhat robbantást. Magyar Péter karrierét is az buktathatja meg, vagy teheti teljesen zárójelbe, és nyilván a kormányra, vagy a kormányzati hatalomra nézve is mi magunk, a mi véleményeink azok, amelyek hatással lehetnek. Ezek nem atombombák, sem a hangfelvétel, sem ez a mostani interjú, hanem kísérletek arra, hogy az a narratíva alakuljon ki a fejünkben, amit szeretnének. Tudom, hogy ez nagyon elcsépel, de hát tényleg erről van szó. Itt minden pillanatban küzdenek a szereplők, hogy a saját igazságukat, pontosabban azt, amit szeretnék, hogy mi gondoljunk erről, azt megerősítsék. És majd az atombomba az lesz, hogyha valóban egy kritikus tömeget átlépi, akár az egyik, akár a másik vélekedés.
Legutóbb ugye a 24.hu-n elemezted a belpolitikai helyzetet a nyilvánosság előtt, ezt kifejezetten Novák Katalin lemondása után tetted meg, és ott amellett érveltél, hogy Novák Katalin lemondásával Orbán Viktor nagyon gyorsan lezárta ezt az egész botrány sorozatot, próbálta valamilyen módon minél előbb elrendezni ezeket a viszonyokat annak érdekében, hogy ez ne folyjon túl, vagy ne gördüljön túl, és nem utasson önmagán túl. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy Magyar Péter berobbanásával gyakorlatilag a Fidesz elvesztette a tematizációs előnyét, nem képes igazából sem a botrányt bent tartani egy bizonyos keretben, sem igazából újra keretezni ezt a botrányt. Most az elmúlt napokban ugye Magyar Péter bántalmazóként történő bemutatásával próbálkoznak egy átkeretezéssel, meglátjuk, hogy ennek milyen sikere lesz. De igazából az érdekelne, hogy a te értelmezés szerint, amit most látunk, az még mindig a kegyelmi botrány utózengése, vagy épp ellenkezőleg a még korábbra datálható Völner Sadülügynek egy ilyen nem várt újra fölbukkanása, vagy épp ellenkezőleg itt most már Magyar Péter, mint autonóm politikai szereplő diktálja az iramot a teljes magyar politikai nyilvánosság számára. Hát szerintem kezdjük azzal, hogy mi van most. Szerintem egy politikai válság van. Két hónapja egy olyan politikai válság, ami talán utoljára 2014-15-ben volt Magyarországon, tehát most már 9 éve hasonló példa nem volt. Én nem emlékszem olyan időszakra ebben a 9 évben, amikor két hónapon keresztül valójában sem a kormány oldal, sem az ellenzék nem volt képes arra, utóbbi nem olyan nagy meglepetés, de alapvetően a kormány oldal nem volt képes arra, hogy magához ragadja az irányítást. Itt tematizációról, vagy napirend uralásáról is lehet beszélni, de nyilván erről ennél sokkal többről van szó, arról, hogy valaki kontroll alatt tartja-e a politikai folyamatok alakulását. És valójában február 2-a óta, amikor először megjelent a kegyelmi botránnyal kapcsolatos cikk, azóta azt gondolom, hogy bár kísérletek történtek rá, de valójában kormány oldal és ellenzék is külső szereplők, részben média, részben aztán később ugye Magyar Péter fogságában játszanak, és valójában nincs semmilyen olyan érdemi mondani valójuk, amivel saját irányukba tudnák továbbvinni a politikai folyamatokat. Hát erre tényleg nem volt példát. A kormány oldal két hónap, tehát ilyen hosszú idő, tényleg azt gondolom utoljára 2014-15-ben lehetett ilyen időszaka. Tehát ez egy politikai válság. Politikai válság, amely szerintem alapvetően az ellenzék válságát mutatja. Én azt gondolom leginkább erre világít rá, rövid távon biztosan leginkább. Az ellenzék egésznek a válságára? Igen, azt gondolom, hogy igen. Ebbe beleérted mondjuk a Mi Hazánkat is? Hát a Mi Hazánk is két hónapja nem szereplője a politikai térnek. Nyilván korábban is csak sporadikusan volt erre képes, de olyan témák vannak napirenden, amelyekben ők nem releváns szereplők most jelenleg. Ugye pont a Völner Sadül ügyben, illetve a végrehajtói maffia, vagy hát végrehajtói visszaélések kapcsán, nekik azért igenis komoly góljaik voltak, mi pont a választási kampányot 22-t megelőzően. Szerintem lehetnek nyertesei az ügynek akkor, hogyha ezekben a témákban, vagy ezen témák kapcsán lesznek leszakadók a kormányzati táborból, de valójában ők is most legfeljebb csak figyelői annak, ami történik. Az ellenzék egyértelműen az, hát nem volt egy politikailag igazán értelmezhető, egy irányba mutató ellenzéki megszólalás sem, tehát ami hozzátett volna valamit az ügy, hogy az ellenzék szinte minden megszólalása a levegőbe szétpukkant, az volt az igazi nagy lufi ebben a két hónapban, ha egyáltalán volt ilyen, lásd például a közvetlen köztársasági elnökválasztás, tehát nagyon rossz érzékel, nagyon rossz témákkal jöttek elő, de hát ami igazán meglepetés, az nem ez, hát ezt megszoktuk itt az elmúlt években, az igazi nagy meglepetés az, hogy a kormány oldal teljesen tehetetlen, és az a kormányzati médiarendszer, amely korábban mindent elszigetelt, amely minden esetleges, kívülről jött ügyre úgy válaszolt, vagy számára általmasnak látszó ügyre, hogy azzal nem foglalkozott, számomra óriási meglepetésként maga kezdett el ezekkel a témákkal foglalkozni. Tehát az, hogy Magyar Péter olyan ismert lett, az nem csak annak köszönhető most már, hogy az ellenzéki médiumokban szerepel, hanem az is, hogy a kormány oldal médiája is nagyon jelentős mértékben elkezdett foglalkozni vele, az üggyel. Tehát nem is tudom, mikor volt utoljára olyan ügy, most már kettő is, a kegyelmi botrány és ez, amely az általános magyar politikai napirenden ott van, tehát amely nem csak a buborékokban jelenik meg, hanem amelyel mindenki foglalkozik, amelyel mindenki tud. Hát régebben mindig ez volt a tapasztalat, még egyébként a kegyelmi ügy elején is, hogy beszélgetek valakivel, és azt se tudja, hogy miről van szó. Létezik, igen. Mert nem volt a közmédiában. Most Magyar Péterrel tele van a közmédia és az Origó minden. Varga Judit megszólása még inkább Persze. oda fogja tenni, tehát
Rekordnézettség volt, ezt mindenképpen ismerik. Végre olyan van, mint régen, amikor mindenki hétfőn, nem hétfőn, mert akkor nem, de valamelyik este csak az egyetlen állami csatornát nézte, és másnap a munkahelyeken tudott arról beszélgetni, hogy mi van. Mert aztán a magyar politika pont nem ilyen volt, mert mindenki más tévét nézett, idézőjelbe téve, mindenki más témák alapján fejtette ki a véleményét, most lett egy egységes napirendünk. De ebben nagyon érdekel az értékítéletet. Tehát itt arról van szó, hogy régóta húzódó válságok végül is bebizonyították azt, hogy ezeket nem lehet kimozogni, előbb vagy utóbb, akár rejtjelezetten is, de visszajönnek, adott esetben képesek szétrombantani nagyon stabilnak mutatkozó politikai rendszereket, vagy ellenkezőleg itt arról van szó, hogy megjelent egy új szereplő, aki autonóm módon mozog, és képes ezeket jól használni azért, hogy saját magát építse. Szerintem témákról és a szereplőről van szó. A témák előtérbe kerülése az alapvetően a kormányoldal problémáit mutatja meg. Tehát, hogy valóban ennyi idő után gyűlnek a csontvázak a szekrényben, és ha valaki kinyitja az ajtót, akkor ezek a csontvázak elkezdenek kipotyogni. A kegyelmi botrány is azért erre világított rá, szerintem a Völner-Schadl ügynek a különböző leágazása is azt mutatják meg, meg sok minden más, és hogy van egy olyan csomó dolog, amit ha valaki jól tud prezentálni, akkor arra rezonálnak az emberek. A másik pedig a szereplő, hogy ezt az ellenzék nem tudta eddig megtenni. Miért? Tehát bocsánat, a végrehajtói kar kapcsán Torockai László, Jánbor András, másokat is lehetne mondani. Mi hiányzott belőlük, amit Magyar Péter mégiscsak képes volt? Ez pusztán csak a hangfelvétel, pusztán csak a benfentességnek ez az érzete, amit ilyen autentikusan tud tálalni? Mit láttunk? Azt láttunk, hogy valaki berobbant a magyar nyilvánosságba. A berobbanás, egy ember, akit korábban alig ismert a nyilvánosság, széles nyilvánosság, hirtelen kihasznált egy momentumot, és a mondani valójával érdekessé vált. Ez nem történhet meg akkor, ha vannak erős, hiteles, ellenzéki szereplők, akik egyébként ugyanezeket a tartalmakat elmondják, és erre rezonálnak a saját választóik. Itt láthatóan egy hitelességi deficit van, egy nagyon erős ellenzékből való kiábrándultság, elhiteltelenedés, ami miatt valójában úgy, hát Magyar Péter milyen mondatokat mondott a különböző tömeggyűléseken? Hát ugyanazokat mondta, amiket az ellenzéki szónokok 150-20 ember előtt szoktak elmondani. De egyszerűen jött egy új szereplő, aki valamilyen oknál fogva érdekessé vált, nyilván itt ebben már a bulvár része azért nagyon jelentős szerepet játszik, hogy belülről jön, hogy a felesége, stb. De egyszerűen tényleg jól építette fel magát, ügyesen kezelte a nyilvánosságot, de ezt nem tehette volna meg, ha nincs egy vákum, ha nincs egy igény, amit ezerszer elmondtunk már, a messiás váró hangulat. Egyébként, ha körülnézünk a régióban, hát ilyen alakokból, már elnézést a kifejezésre, tehát ilyen politikai szereplővé vált figurákból rengeteg van. Igen. Tehát Magyarország volt talán az ország, ahol olyan erősek voltak a politikai pártok, hogy hosszú időn keresztül ennek ellen tudtak állni. Időnként egy-egy hasonló figura, Márki-Zay Péter, bár azért a pártrendszer közeléből, de valami hasonló módon jött elő, de azért teljesen más körülmények között. De ilyeneket nagyon sok helyen látunk. Hát Lengyelországban, Kukiz, talán a neve ismerős a nézőknek is, de Bulgáriában szinte minden választás előtt látunk ilyen szereplőket, Szlovákiában, Szlovéniában, akik, vagy hát maga ugye Babis, későbbi miniszterelnök is tulajdonképpen egy ilyen egyszemélyes hősként jelent meg a nyilvánosság előtt. Nálunk ennek valószínűleg a pártrendszer még be tudta tölteni azt a szerepét, hogy megvoltak azok a szereplők, akik mellett nem igényelte a közönség, hogy jöjjenek ilyen új szereplők. De már olyan mértékben kiábrándultak az emberek, csalódtak az ellenzéki politikusokban, hogy egyszerűen láthatóan itt van egy óriási igény. Ezért mondom, hogy a témákat a kormány adta, a szereplő lehetőségét, vagy az ajtót a szereplők előtt pedig az ellenzék elhiteltelenedése mutatta meg. Ezért gondolom azt, hogy ez a politikai válság, a kormány és az ellenzék egyaránt, ebben a politikai válságban a kormány és az ellenzék válsága egyáltalán egyaránt megjelenik. Beszéljünk egy kicsit Magyar Péter figurájáról. Szerinted az ő karakterében mennyire meghatározó az a szociokulturális millió, amiből érkezett, tehát eleve az a típusú beágyazottsága a Fideszben, az a típusú klasszikus, ugye ez igazából a Fidesz szavazó kemény magja, értelmisége, amiből ő érkezett, egészen fiatal korától datálhatóan, tehát hogy nem arról van szó, hogy ő kvázi betért volna a pártban, hanem gyakorlatilag a párt vonzáskörében töltötte el az egész fiatalságát, az egész gyerekkorát és a felnőtt életét is. Rendkívül jó kapcsolatai voltak Gulyás Gergelyel, Varga Judit exfére, és így tovább, ezeket már mind ismerjük. Szóval szerinted ezeket a tényezőket kell-e bármilyen szempontból vizsgálnunk, amikor az ő politikai mozgásait próbáljuk értelmezni? Van ennek bármilyen meghatározó jelentősége? Van, hát nyilván. Tehát megint csak azt gondoljuk el, hogyha hasonló politikai mondani valóval áll elő egy
25. ellenzéki politikai szervezet. Hát ugyanezeket mondják mások is, amiket ő elmondott, és mégis a figyelem sokkal kisebb. Még azokra a szereplőkre is, akik mondjuk korábban, mint Vona Gábor, az ország második legnagyobb pártjának elnöke volt, tavaly pártot alapított, sokkal kevésbé érdekes. Nyilván valamennyire érdekes, de nem volt annyira érdekes a visszatérésekor sem a nyilvánosságnak. Pedig azért az ő esetében még talán valamelyest mondható, hogy nem egy klasszikus baloldali világból érkezik. De ha pontosan a baloldali világból érkezne egy új szereplő, nem lenne már izgalmas, érdekes. Egyszerűen szerintem az első küszöböt nem tudná megugrani. Magyar Péternek segített nyilván a időpillanat, időzítés, de nagyon sokat segített az, hogy volt egy érdeklődés. Hát Varga Judit volt férje, beszél nyilvánvaló. Nyilván, utána az, hogy ő ezt ki tudta használni, az már az ő saját egyéni politikai teljesítménye, képessége, lehetősége, képessége volt, de a lehetőséget azt gondolom, hogy azt pontosan ez, amit te mondasz, az ő körülményei határozták meg, vagy adták meg számára. Azok az analógiák, amikre te is utaltál, a régiós példákat említve, de ugye más példák is előfordultak, ugye Magyar Péter például kifejezetten Emmanuel Macron politikai felemelkedésével állította párhuzamba a saját politikai felemelkedését, vagy elindulását pontosabb így fogalmaznunk, de hasonlították őt már Donald Trumphoz, vontak analógiákat Orbán Viktor pályakezdésével és így tovább. Szerinted bármennyire magyarázó erőek ezek az analógiák, vagy bármilyen szempontból például érdemesen mondjuk Márki-Zay Péter üstökösszerű rajtjából, és aztán hát igen tragikus választási szerepléséből bármit levonnunk következtetésként Magyar Péter lehetséges politikai jövőjére vonatkozóan? Szerintem nincs olyan típusú bármifajta sors, ami megmondaná azt, hogy ezeknek a típusú szereplőknek mekkora az életciklusa, tehát hogy feltétlenül el kell bukniuk, ugyanakkor nyilván, ha ezeket a példákat megnézzük, én azért inkább a régiós példákat jobban szeretem, mint az egyszem Márki-Zay Pétert Magyarországon, mert nagyon sok minden a szituatív elemből fakad szerintem, akkor az azt látjuk, hogy nyilván nem mindenkiből lesz tartósan sikeres politikus. De egy fontos szempont van még szerintem, hogy azért Magyarország mégsem pont olyan, mint ezek a régiós mintázatok. Magyarországon most már 14 éve egy alapvetően domináns pártrendszer van, és azért a domináns pártrendszerekkel foglalkozó irodalom mindig azt mondja, hogy igazán az lesz a domináns pártra veszélyes, aki a domináns párt köreiből indul ki. Tehát, hogy nem az ellenzék fogja a veszélyt jelenteni, mert az ellenzék képtelen ártani annak a területnek, ami ugye egy ilyen domináns párt kialakít, úgy hívja az irodalom, hogy egy ilyen védett, zárt ideológiai közösséget, lezárja a határokat. Oda mindig a többségnek politizál, megteremti a saját többséget. És oda az ellenzék nem nagyon tud bejutni. De egy idő után a legnagyobb veszélyt az jelenti, hogyha belül alakulnak ki frakció, klikkesedés, vagy jelennek meg olyan szereplők, akik belülről kezdenek el beszélni. Azért nyilván ezt nem a miniszterek volt férjeire gondolnak, amikor erről beszélnek, hanem arra, hogy hivatásos politikusok lépnek ki, diszidálnak, dezertálnak ebből a közösségből. Itt még messze nem tartunk. Hát sőt, nem is látszanak ennek igazából jelét. Tehát nem az történt, hogy mondjuk, mit tudom én, Magyar Péter lelépett, és mondjuk valamit 40 képviselőt vitt magával a Fidesz frakcióból, amivel nem csak a kétharmados többsége, hanem konkrétan a kormányzó többsége szűnne meg a Fidesznek, hanem egyelőre egymaga áll a vártán. Persze, de még egy ilyen kis dominó eldőlése, és el tudja azt indítani, hogy elindul a domináns párton belül egy erjedés, egy bizalmatlanság. Biztos te is találkozol azzal Magyar Péter kapcsán, hogy ki áll mögötte. Igen. Az ember a fideszes közösségben, közönség, vagy a fideszes közvéleményben, hogy szokta ezt mondani Tarlós István, hogy a gondolkodói körben beszélget, nagyon sok hipotetikus név felmerül belülről, a Fidesz körből, hogy kik azok, akik Magyar Péter mögött állnak. Függetlenül attól, hogy ennek van-e bármi valóság alapja, szerintem nincs. De mégis az első perctől kezdve ez elültette a bizalmatlanságnak a morzsáit. Kik azok, akik Rogán Antallal szemben állnak a Fidesz politikájában? És már is meg volt nevezve az a két miniszter, aki esetleg igen, potenciálisan mögötte állhat. És elindul ez, és ez a legveszélyesebb szerintem. Ezért kell ezeket nagyon gyorsan elzárni. Szerintem a Fidesz amellett, hogy megérezte, hogy a Magyar Péter jelenség, hogyha tartósan napirenden marad, az úgy egyébként sem a legkedvezőbb számára, de alapvetően belső okokból döntött úgy, hogy nem ignorálni fogja, nem próbálja meg távol tartani, hanem felveszi a kesztyűt,
és saját maga kezd el vele foglalkozni, pozícionálja őt, nevezi árulónak, és mondja el ezt a történetet Varga Judit is vele kapcsolatban, mert hiteltelenítenie kell, mert nagyon veszélyes belül az, ami elindult. De akkor ebben segítsekünk tájékozódni, tehát a te megítélésed szerint a belső fideszes frakcióküzdelmek, amelyek egyébként zajlanak a színfalak mögött. Szóval abból a szempontból nézve jókor jött Magyar Péter, abban az értelemben, hogy az ő szempontjából pont ezeket a lehetséges frakcióküzdelmeket jobban ki tudja élezni, ezeket a sokszor rejtett törésvonalakat jobban ki tudja aknázni, vagy épp ellenkezőleg, amikor a kegyelmi botrány kirobbant, akkor éppen összezáróban volt a fideszes közösség egésze. Szerintem ez Magyar Péternek semmit sem szolgál, semmit sem erősíti őt, de a Fidesznek árthat. Tehát nem arról van szó, hogy ő ki tudja ezt használni, és szövetségeseket fog szerezni a Fideszen belül, ezt kizártnak tartom. Tehát a Fidesz belső világát ismerve, hogyha valaki árulónak van megnevezve, akkor nyilvánvalóan képtelenség, vele való bármilyen együttműködés. De belül elkezdődhet egy olyan típusú gondolkodás, beszélgetés, hogy vajon kik állnak mögötte, a bizalmatlanság megerősödhet a szereplők között. Erről beszélek csak, tehát nem Magyar Pétert erősíti mindaz, ami a Fideszen belül történik, hanem a Fidesz gyengítheti, hogyha ez a gondolkodás elindul. Én egy percig sem gondolom, hogy bárki vállalna annak kockázatát ebből a tág értelmen vett körről, amiben benne van az üzleti élet is, hogy Magyar Péter mögött álljon. De vádként a másikkal szemben nagyon sokszor hallom, és jön elő különböző variációkban, aminek van szerintem ereje. De szerinted ez egy olyan paranoid hozzáállás inkább, vagy pont ellenkezőleg egy rendkívül taktikus abban az értelemben, hogy meglévő frakcióküzdelmek, meglévő ellenségek legyőzéséhez lehet használni a párton belül Magyar Péter jelenségét, és rá lehet húzni egyesekre azt, hogy hát te ennek az embernek vagy a pecsényes ütögetője, mit keresel te a közösségünkben? Szóval nyilván ezek a törésvonalak Magyar Péter nélkül is léteznek. Igen. A Fideszen belül, ezt tudjuk. Egy ilyen eset, az csak fel tudja erősíteni ezeket, hogy jobban meg tudja mutatni, jobban elő tud jönni, és valóban igazad van, valaki tudja használni ezt bunkós botként is akár a belső harcokban, hogyha el tud bizonytalanítani szereplőket. Azt jól sejtem, hogy mondjuk Gulyás Gergelynek ilyen szempontból most nehéz napjai, hetei lehetnek? Hát én azt gondolom, hogy nincs politikus a Fidesz világban, aki nagyobb vesztese lenne, leszámítva a Varga Juditot, annak, ami történt. Varga Judit igazából nem visszaépül épp ezekben a napokban? Tehát ahogyan bukni kényszerült a kegyelmi botrányban, most kvázi azzal, hogy lojalitást mutat, elkötelezettséget mutat, az is simán lehet, hogy ebben megüdvözül, nem? Hát nagyon nehéz lesz azért innen visszatérni, mert ezzel az interjúval ez még nem oldódott meg. Ha vissza akarsz térni, akkor nyilván válaszolni kell azokra a kérdésekre is, amelyek tartalmi kérdések, amelyekről beszéltünk, azokkal kapcsolatban nincs egy előre mondani valója láthatóan. Tehát azért, hogyha az a kérdés felmerül, hogy valóban gondolta-e azt, mondta-e azt, hogy Rogán Antalék beavatkoztak az ügyészségen belül a nyomozati iratokból, hát ezt előbb-utóbb, ha vissza akarsz épülni, akkor erre kell, hogy legyen egy mondatod, és erre láthatóan nincs még mondat. Igen, látványos kerülés van a témában. Igen, igen, tehát szerintem ő azért inkább a 7 év elzarándoklási időszakban van, sem mint abban, hogy bármi visszaépülés lenne. Gulyás Gergely pedig, hát, szóval, hogy minden, amit vele kapcsolatban gondolok, meg hallok, az azt mutatja, hogy az ő politikai pályafutása most egy időre véget ért. De kifejezetten Magyar Péternek tulajdonítható okokból. Nyilván nem látok bele, hogy amúgy ezt megelőzően vele kapcsolatban milyen vélemények voltak, de azért az, amit erről tudok, az nem adok ott arra. Tehát az, ami vele történt, már az a bizalomvesztés, vagy az a pozícióvesztés is, ami szerintem óhatatlanul be fog következni, meg nyilván a fontosság vesztése, azt arra nem adott okot az, ahogy róla gondolkodtak 2-3 hónappal ezelőtt. Tehát ha arra kérdés akarunk választ adni, hogy kit tekinthet felelősnek a miniszterelnök a kialakult helyzetért házon belül, akkor az Gulyás Gergely személyben tudjuk beazonosítani? Én így gondolom, igen. Még egy kérdés a frakcióküzdelmekhez, hogy a te megítélésed szerint egy ilyen válság arra is alkalmas, hogy
Orbán Viktor újra rendezze a belső sorokat, alapvetően arra is alkalmas, hogy felrázza a tábort a június 9-i küzdelem előtt, tehát hogy látsz esetleg arra mutató jeleket, hogy valamilyen módon képes lesz ezt a javára fordítani a hatalomgép, hatalmi gyár. Kérdezem ezt azért is, mert közben a Budapesten azt lehet látni, hogy Szentkirály Alexandra főpolgármester jelöltsége nagyon nyögvenyelősen alakul. Ugye ma is kitett Orbán Viktor egy videót, amelyben sok sikert kívánt neki, csak azt nem mondta meg, hogy pontosan mihez, tehát hogy ő konkrétan főpolgármester jelöltje a Fidesznek. A kerületi szinten Budapesten, ahol jelenleg ellenzéki vezetések vannak, nagyon nem látszik, hogy érdemben kampányolnának a fideszes polgármesterjelöltek, sok helyen még meg sincs nevezve, hogy pontosan ki fog majd felállni, és akkor mehetünk Budapesten kívülre, ott sem rózsás a helyzet, hogy más nem mondjak, mondjuk Győrben nem úgy tűnik, hogy Dézsi Csaba András képes lesz majd újrázni, és akkor lehet, hogy másokról is beszélni. Szóval szerinted alkalmassá teheti, van-e még olyan állapotban a fideszes hatalmi gyár, hogy megrázza magát, és ezt a javára fordítsa, összezárja a tábort, mint hogy egyébként ez 2018-ban megtörtént Márki-Zay Péter feltűnésével, vagy ellenkezőleg most egy megfáradtabb tábort kellene tudni újra szervezni, egybetartani és győzelemre vinni. Abban biztos vagyok, hogy ezt fogja tenni Orbán Viktor, vagy ezt fogja megpróbálni. Minden ilyen ügy után ezt lehetett látni, és az esetek többségében azt szoktuk mondani, hogy ez a status quo felborulása, bizonyos értelemben egy kicsit kaotikus helyzet, az lehetőséget is jelent számára. Ugyanakkor azért azt észre kell venni, hogy ezek nagyon súlyos vérveszteségek, amik itt történtek. Tehát miközben a Fidesz vezérkarára tekintünk, azért nagyon sok X-et tudunk most tenni ebben a pár hétben. És ő, szóval, hogy azért itt olyan politikusokat veszített el a Fidesz, Novák Katalin, Varga Judit, Gulyás Gergely, akik hát egyértelműen mondjuk a 10 legfontosabb politikus között ott voltak az elmúlt időszakban. De már Gulyás Gergelyt oda is sorolod a közök szerint. Hát én oda sorolom, igen. Lehet, hogy tévesen teszem, de az, amit eddig látok, vagy amit ezzel kapcsolatban hallok, az ezt feltételezi, de nyilván lehet, hogy ez még másképp lesz. A politikában ugye soha nincs vége semminek, ez egyértelmű, hogy lehet küzdeni, és a dolgok változhatnak. Pont amiatt is egyébként, mert valóban ez van, hogy egyszerűen eltűnnek a Fidesz vezérkarából azok a politikusok, akik, hát ahogy szokták mondani, fontosabb pozíciót is, akikkel kapcsolatban fontosabb pozíció betöltését is el tudunk képzelni. Láthatóan egyszerűen káderhiány van. Ezt szerintem ki kell mondani, hát nyilvánvaló az, amikor Dajs Tamásból lesz a Fidesz európai parlamenti listavezetője, vagy a kormányszóvivőt nevezik meg főpolgármester jelöltnek, akkor ezek nem a legjobb választásai Orbán Viktornak, mert abban az értelemben értem, hogy nem a legjobb választásai. Nyilván, ha egy évvel ezelőtt kellett volna mondani neveket, nem őket mondta volna. Ne, és láthatóan ez a helyzet, és amikor arról gondolkodunk, hogy akkor mondjuk a kormányzat átalakítása, ilyenkor ugye ilyenek szoktak történni a Fideszben, akkor mindig jött a kérdés, hogy na de kikre? Kikre? Hol van az a fideszes vezető garnitúra, akik nem tudom, sikeréhesen, vagy pozícióéhesen, hol vannak a Varga Juditok, a Novák Katalinok? Én ezt nem látom őszintén szólva, ami nyilván lehet egy természetes folyamat, és a 14 év kormányzás azért nyilván elhasznál egy politikai vezető garnitúrát, de ezt most talán minden korábbinál erőteljesebben lehet érzékelni. Persze ezen is lehet változtatni, sok mindent lehet tenni, de én azért ezt egy komoly, megoldandó problémának gondolom a Fideszben. Térjünk egy vissza egy picit Magyar Péterre. Ugye nagyon érdekel, hogy te hogyan ítéled meg az ő politikai tudatosságát, vagy éppen spontaneitását. Ugye azt lehetett látni, amikor legelőször itt a Partizánban adott interjút, hogy mereven elzárkozott bármifajta politikai szerepvállalástól, kifejezetten vicc kategóriának tartotta ezt. Később, amikor arról volt szó, hogy vannak hangfelvételei, mereven elzárkozott attól, hogy ezeket meg kelljen osztania, gyakorlatilag úgy állította be, hogy hát az események úgy alakultak végül is, hogy ő nem tehet más, mint hogy ezt napvilágra hozza a haza érdekében. Tehát végig egy ilyen a spontaneitásra reagáló kommunikációt visz az ő politikai építkezésével kapcsolatban. Ugyanakkor a tudatosság jeleit azért nehéz nem beazonosítani, például abban, hogy már bőven a kegyelmi botrány kirobbanása előtt volt domain, név, foglalás az ő részéről, és lehetne más elemeket is mondani. Szóval, ha meg kellene húznod a, nem tudom én, spontaneitás és tervezettség tengelyen Magyar Péter politikai, nem tudom én, vágyait, elképzeléseit, ambícióit, akkor te igazából hova helyeznéd előtt? Hát az ambíciók tekintetében egyértelműen a tervezettség. De azt gondolom, hogy az, ami történt, az nyilván formáját, vagy hogyanját tekintve nem volt kitalálva. De az, hogy ő
be akart lépni a magyar politikába, az teljesen egyértelmű. Nem a kegyelmi botrány volt az, aminek hatására így döntött. Minden információ, amit ezzel kapcsolatban tudok, vagy amit olvastam is, az azt mutatja, hogy azért ő ezt korábban is tervezte, és látszik rajta az, hogy ő akart valami lenni, be akart lépni ebbe a politikai térbe. Ugyanakkor az szerintem egyértelmű, hogy ebben a helyzetben a tervezettségnek az a szintje, amit látunk, az úgy nem működhet. Tehát oly mértékben változtak a körülmények. Most nem csak a kegyelmi botrányra gondolok, hanem az események. Ott nagyon sok volt szerintem a spontán elem, és az is, hogy ő például, ha olyan nagyon tervezett lett volna mindez, akkor nem most kellene keresgélnie a kis pártok között, hogy melyik lehet az a kis párt, amelyikkel meg tud állapodni és el tud indulni az európai parlamenti választáson, amelyik fél évvel ezelőtt maga létrehozott volna. Ez a te értesülésed szerint egy komoly kihívás most a számára? Hát nem az én értesülésem szerint, ő beszél erről folyamatosan. Ő sok mindenről beszélt azért nyilvánosságban, okay. Tehát a kérdés az, hogy... De erről rossz beszélni, tehát ez nem a professzionalizmus látszatát kelti, ez inkább a kapkodás, a tervezetlenség látszatát kelti, ez szerintem nem olyan, amivel az ember szívesen előjön, hogy hát még nem tudtam megállapodni, mert a kis pártokat is folyamatosan zsarolja a hatalom. De hogyha azt látja, hogy ezt az antipolitikusi szerepkört, amit eddig vitt, egyébként ilyen nagyon díjazza a közönség, akkor nem mutat mégiscsak egyfajta többletszimpátia kinyerése irányába az, hogyha ebben is, nem tudom én, spontánnak, készületlennek, nem professzionálisak mutatja magát, hiszen látható, hogy nagyon szeretik a, nem tudom, hívei, támogatói, most majdnem szavazóit mondtam, azok még nincsenek neki, de a támogatói mindenképpen láthatóan nagyon erőteljesen az autenticitást kötik ahhoz, hogy ők kvázi nem professzionális politikus. A természetességet szeretik a választók, a szerencsétlenkedést azt nem szokták szeretni. Hát az egész ellenzéki történet azért ebből sok mindent megmutat. Tehát az, hogyha végül neki ilyen bonyolult jogi folyamatokkal sikerül csak elindulni az EP választáson, de nem erről azért beszélek róla, hanem szerintem sok, ha tervezte volna, akkor biztos, hogy létrehozta volna azt a politikai otthont, ráadásul olyan módon, ahogy ő szerette volna, amivel az európai parlamenti választáson el tud indulni. Én nem gondolom, hogy ebben, hogy az egész az ő forgatókönyve alapján történne. Inkább jól reagál helyzetekre, de nyilván ez csak találgatás. A kortárs politikában hajlamosak vagyunk a személyiségek jelentőségére fókuszálni, ugye te magad is egyébként az elemzéseidben leginkább erre szoktál fókuszálni. Ugyanakkor nyilván fontos az is, hogy nézzük a kontextusát annak, hogy egy személyiség hogyan képes érvényesülni, milyen nyilvánosságban és így tovább. Úgyhogy igazából azzal, hogy Magyar Péter hetek óta tényleg monopolizálni tudja a magyar nyilvánosságot, az mennyire a saját személyes politikai képességéről árulkodik, és mennyire arról a magyar állapotról, amiben ez lehetővé vált. Hát is. Tehát, ahogy mondtam az elején, a kaput, az a bizalomvesztés, a politikusokba, különösen az ellenzéki politikusokba vetett bizalomhiány. Talán nem is kellene itt csak ellenzékről beszélni, mert nyilván vannak olyanok is, akik a kormányzati oldalból figyelik Magyar Péter tevékenységét, hogy csak próbálom elkerülni a kiábrándult fideszes kifejezést, de nyilván vannak ilyenek is, akik onnan is csalódván bizonyos döntésekben vagy ügymenetben figyelnek rá, de leginkább azt gondolom, hogy azért az a tábor figyel leginkább most rá, aki kormányváltást kíván, aki elégedetlen az Orbán kormány teljesítményével. Tehát és te megítésed szerint a fideszes szavazó táborban még nem sikerült képletesen mondom beleharapnia? Hát valamennyit biztos. Ugye maga Varga Judit is elmondta ebben az interjúban, hogy még neki is vannak olyan ismerősei, akik kimentek meghallgatni Magyar Pétert, és nyilván azt feltételezem, hogy ezek nem gyurcsányisták lehettek. Szóval, hogy elképzelhető, hogy de azt gondolom, nem ez a tömeges. A Fidesz tábort azért, a Fidesz tábor intaktságát nem Magyar Péter fogja megbontani, de hát nyilván itt minden százalék számíthat. Nagy részt azért itt az ellenzék csodaváró, messiásváró, kormánybuktatásra váró szavazóit kell mögötte látnunk, akik egyszer rezonálnak rá, akik a lehetőséget megadták arra, hogy valaki ezt a szerepet magára öltse. És ebben a szerepben egyelőre ezt azért be kell látni, megint csak utalok rá, maga Varga Judit is ezt mondta az interjúban, elég ügyesen teljesített Magyar Péter, független attól, hogy amúgy egyébként mit gondolunk róla, vagy mit gondolunk a jövőbeli lehetőségeiről.
Még egy kicsit ezzel a kérdéshez kapcsolódóan, hogyha végignézzük a kommunikációját Magyar Péternek, akkor az leíró jelleggel elmondható, hogy professzionálisabb, mint az ellenzéki politikusok zöméjé. Tehát önmagában az is, mondom még egyszer, leíró jelleggel, amit tegnapi napon végigcsinált, hogy előző nap ad egy interjút, amit a saját honlapján, vagy hát Facebook oldalán publikál, magának megfelelő környezetben szólal meg, és készíti elő a hangfelvétel szivárogtatásának a lehetséges és kívánatos számára kívánatos olvasatát. Aztán bemegy az ügyészségre, már reggel tart igazából spontán sajtótájékoztatót, az ügyészségen letolt több órát, utána doorstep sajtótájékoztatón képes állni a sarat, a záporozó kérdésekre, kormányoldaltól, kormánytól független nyilvánosságtól egyaránt, majd meghirdeti a tüntetést, majd a tüntetésen mond kettő beszédet is, hogyha jól számolom, és még ott is válaszol a különböző sajtóérdeklődésekre. Tehát látható, hogy miközben érdekes módon nincsenek politikailag nagyon éles állításai. Tehát nem az okoz közbotrányt, hogy a politikai status quo-t radikálisan megkérdőjelezi, mert igazából pont azokat a paneleket mondja, amelyeket az ellenzéki közönség már megszokott és hallani is szeretne, viszont azt olyan autenticitással tudja mondani, olyan kitartóan tudja mondani, és ráadásul képes a racionális üzenetekben nagyon erős érzelmi tölteteket is belevinni. Szóval ez mindenképpen mutatja azt, hogy ő egy megkülönböztetett színje most a ellenzéki, vagy hát a kortárs nyilvánosságnak. De te látod-e már esetlegesen azokat a jeleket, amik arra mutatnak, hogy ez kifulladóban van, vagy adott esetben már mutatnak gyengeségeket is, mert eddig ilyet az elmúlt időszakban egyáltalán nem láthattunk tőle. Helyzetről helyzetre egyre jobban kezelt minden lehetséges botrányt is. Volt olyan, amit még mielőtt botrány lett volna, ő maga eliminált. Tehát hogy látod, jelenleg csak annyit látunk, hogy a képességeivel képes tartani ezt az érdeklődést, vagy vannak már törésvonalak, amikre érdemes figyelnünk ahhoz, hogy lássuk azt, hogy később adott esetben milyen hibákat védhet majd. Magyar Péter egyik kritikusa azt mondta, hogy hát a politikához politikusok kellenek, ha jól emlékszem, tehát hogy az egy komoly szakma politikusság, és hát mit akar ez az ember, aki nem politikus. Most az a helyzet, hogy a politikus szakma egy részében, legalábbis ami a nyilvánosság előtt zajlik, abban azért elég komoly képességet árult el eddig Magyar Péter olyat, amit azért viszonylag kevesen tudnak ezen a szinten művelni az ellenzéki politikusok közül. Nyilván nem ő az egyetlen, aki képes volt erre. Voltak ellenzéki politikusok mások is korábban is, akik ugyanezt belelátta a közvélemény, mert jól teljesítettek. De azért azt látni kell, hogy ez csak egy szelete azért a politikusi szakmának. Igazán szerintem a lényeges kérdés az lesz, hogy majd milyen döntéseket fog hozni, amikor döntéseket kell arról hozni, hogy milyen formában politizáljon, amikor döntéseket kell arról hozni, hogy kikkel kössön szövetséget, vagy éppen hogyan pozícionálja magát, és amikor majd egyszer döntést kell arról hozni, hogy valójában pontosan mi is a tartalma a politikájának, mert azért a legnagyobb problémának én ezt látom. Tehát nyilván miről beszél, ideológia mentességről beszél, és közben tulajdonképpen a kormánnyal kapcsolatos, vagy a kormánnyal szembeni ellenzéki egyszer egyet mondja fel szinte minden alkalommal. A témái mindenhonnan ismertek már a korábbi ellenzéki politikából, és nehéz is beazonosítani ezeket valamilyen jól körülhatárolható tartalommal. Kicsit olyan, mint az újonnan feltűnő pártok szoktak lenni. Tudod, hogy mindenki mindent beléjük láthat, és ezért olyan LMP 2010 előtt ugye tudatosan távol tartották magukat attól, hogy megmondják, hogy ők most liberálisak, zöldek, vagy baloldaliak, mert örültek annak, hogy mindenki annak látja őket, aminek éppen akarja. Magyar Péter is most ezen a ponton van szerintem, hogy engedi, hogy a közönség a saját vágyait belelássa, tehát nyilván azért lesznek majd itt olyan feladatok, amikor mondani kell valamit, egy vitában mondani kell valamit, egy választás előtti helyzetben mondani kell valamit, ezek igazán a politikusnak szerintem a mércéi azon túlmenően, tehát az átlépett küszöböket, jól is teljesített ezekben a küszöbökben, de hát majd meglátjuk, hogy a későbbiekben ezek a képességei is meg lesznek-e, vagy megvannak-e, képes-e szövetségeket teremteni, jó döntéseket hozni, jó reagálni, stb. Stb. És hát tartalmilag is világosan elhatárolni, vagy meghatározni saját magát. Ugye ma este lehet, hogy cezúra, ezt nem tudjuk igazából ezen a pontján az estének, de hogy eddig a pontig mindenképpen azt lehetett látni, hogy van ez a teflon hatás, ami Magyar Péter közéleti szereplését kíséri. Nevezetesen azt értem ez alatt, hogy
gyakorlatilag nincs olyan támadás, ami fogott volna rajta. És nem csak arra gondolok, hogy a klasszikus fideszes támadások, amelyeket a Megafon és a kormánymédia intéz ellene, hanem gyakorlatilag neki olyan tabukat is sikerült megtörnie, amikor például mondjuk Dezső Andrást, a HVG újságíróját lepropagandistázza. Ugye ezért aztán bocsánatot kért, ezt mindenképpen tegyük hozzá, de hát bármely ellenzéki politikust ezért a saját nyilvánossága kegyetlenül számon kért volna, ő pedig gyakorlatilag nem csak arra volt képes, hogy szimpátiát keltsen és áldozati helyzetbe mutassa saját magát, hanem arra is, hogy esetlegesen ezt a rendőrségi jegyzőkönyvvel kapcsolatos ügyet előre elintézze és gyakorlatilag meggyilkolja még azelőtt, hogy bármilyen szempontból is ebből ügy kerekedett volna. Szerinted ez a teflon hatás fönntartható egészen június 9-ig, vagy adott esetben azért lehet, hogy még nem látjuk, de ezek a támadások akár a kormánypropaganda részéről, akár mások részéről igenis már erodálják Magyar Péternek a politikusi szavazatszerző képességét. Szerintem azért nagyon nehéz ebben tisztán látni, mert téves az az állítás, mely szerint Magyar Péter az ellenzék messiása lenne. Nyilván nem a teljes ellenzék messiása, ebben a pillanatban sem, sőt az interjú előtt sem volt az. Nyilván a kormány oldal igyekszik úgy beállítani őt, mintha minden baloldali a feltűnését, vagy ellenzéki, nevezzük inkább így, minden ellenzéki a feltűnésétől számítva a rajongójává vált volna, tehát erről messze nincs szó. Nagyon sokan szkeptikusak voltak vele, vagy egyenesen elutasítóak. Nyilván ez a tábor most nagyon hangos lesz ezen interjú után, aki korábban sem szimpatizált vele, vagy tartózkodó volt, nagyon hangos lesz. Nyilván az ellenzéki pártok szavazótábora az nem tűnt el a semmibe egyik pillanatról a másikra, a DK szavazótábora, a Momentum szavazótábora, stb. Stb. Azt gondolom, hogy érveket kapott most arra, hogy miért ne gondolja azt, hogy Magyar Péter támogatása helyes. Ezért nagyon hangos lesz ez az oldal. És nyilván a kormány oldal is nagyon hangos lesz, akik most aztán végképp ki fognak ábrándulni a nőverő Magyar Péterből. De a kérdés nem ez, hanem az, hogy az a, nem tudom, mekkora tábor, ugye itt mindenféléket mondanak a közvélemény kutatók is, hogy hallottam olyat is talán itt a te műsorodban, hogy valaki biztosra vette, hogy 10-20%-ot is kaphat. Lakner Zoltán. Jól mondom, igen. Talán inkább a Ruf Bálint, és Zoltán mondta azt, hogy ő nem lenne ilyen biztos, hogy számokat mondjon, de valamelyik őjük mondta ezt tegnap, hogy ez a kérdés, hogy hát ez persze egy jelentős tábor, de nyilván nem egy általános, hogy ők hogyan fognak erről gondolkodni. És amit eddig láttunk, abból én azt gondolom, hogy a teflon náluk megmarad. Annál is inkább, mert Magyar Péter ezeknek simán elébe ment, hát ő ezeket már elmondta, hogy őt nőverőnek fogják beállítani. Igen. És a leges interjújában. Ebből a szempontból a mostani interjúban, Varga Judit interjújában nagyon sok érzelmi elem volt, nagyon sok esemény volt, de azt gondolom, hogy új elem nem jelent meg azzal kapcsolatban, ami már Magyar Péter tulajdonképpen magától elmondott, hogy ez lesz vele szemben a vád. Nem hiszem, hogy ez az ő elkötelezett szavazóit átállítaná. Igen. Az lehet, hogy az ő szavazó szerzőképességét valamelyest befolyásolhatja, mert lesz egy tábor, vagy egy táborok egy jelentős része messzebb húzódik tőle ezt követően, meg elindulnak mindenféle viták vele kapcsolatban, de hát ez eddig is volt. Hát ha megnézed az úgynevezett ellenzéki véleményvezérek világát, az nagyon komoly ellenfelei, kritikusai vannak az első perctől kezdve Magyar Péternek, akikkel egyébként igen, ő maga vitatkozik is. Hát döbbenetes, hogy mennyire. Tehát azt mondani, hogy őt a teljes ellenzék befogadta és trónra emelte, ez tévedés. De akkor bocs, ebben is segíts nekem. Tehát ugye eddig az volt a alapvetése a magyar közéletnek, hogy lájkokat nem lehet szavazatra váltani egy az egyben. Ugye ezt láttuk Jakab Péternek az előválasztási eredményében, részben ezt láttuk Márki-Zay Péter választási eredményében, és lehet talán másokat is mondani, de ez a két legeklatánsabb példa. Szerinted most mégis egy új trenddel kell szembenéznünk, és azt fogjuk látni, hogy Magyar Péter kiemelkedő online népszerűsége meg fog jelenni majd a szavazóurnákban is, jelenleg inkább ezt látod biztosnak, vagy azért azt mondanád, hogy legyünk óvatosak és várjuk ki a végét, és egyáltalán nem biztos, hogy képes lesz majd úgy mozgósítani, ahogyan azt jelenleg sokan feltételezik. Én azt is el tudom képzelni, hogy 2 hónap múlva Magyar Péter már nem lesz érdekes szereplője a magyar politikának. Mert hogy ő egy jelenség, és nyilván egy tünet. És azt gondolom, hogy sok körülmény megváltoztatásával ez a jelenség is más fénytörésbe kerülhet. Úgyhogy ezt is el tudom képzelni, de nyilván azt is, hogyha ő sikeresen menedzseli ezt a 2 hónapot, ami rengeteg idő, igen, ami a választásig van. Tehát 2 hónap az annyi, mint amennyi eltelt a kegyelmi ügy
előkerülése óta, és mennyi minden történt ebben a két hónapban, még nincs is két hónap. És két hónap, meg mondjuk még egy hét van a választásokig, nagyon sok fordulat történhet, de amit eddig látunk, abból az sem esélytelen, hogy ez képes lesz fenntartani, de a nagyon nehéz döntések, vagy nagyon nehéz lépések szerintem most következnek. Az, amikor pártként jelensz meg a nyilvánosságban, pártszerűen kezdesz el működni, hirtelen már, szóval azért az felvet egy csomó olyan dolgot, ami az új, egyrészt elveszik az újdonság varázsa, nem nagyon fogsz másképp kinézni, mint mondjuk Vona Gábor pártja, vagy Jakab Péter pártja, vagy stb. Nem tudom, hogy ezt hogy tudja ügyesen fenntartani, és mi lesz az a mondani való, amivel még a későbbiekben is ott tud maradni a színen. Ez kérdéses. Két hónapig sok mindent hallottunk tőle, de most mi lesz a következő? Április 6-án ugye lesz egy újabb nagygyűlés, majd látni fogjuk, hogy ez hogy alakul. Azért sok mindent, sok hasonló történetet láttunk már az elmúlt 14 évben, ilyen vanabi politikusok eltűnésével kapcsolatban, felröppenésével és eltűnésével kapcsolatban. Na, akkor ezt mondd meg, hogy a te ítéleted szerint, mert ugye valóban, ahogy te is mondod, ez a típusú üstökörszerű fölemelkedés és aztán mélybehullás, ez egy létező mintázat, ráadásul ez a médiapolitizálásnak egy igen komoly kitettsége és veszélye, hogy bármikor lehet egy viszmajor helyzet, bármikor lehet egy másik, izgalmasabbnak ható személyiség. Vagy történet. Vagy történet. Hogy Magyar Péter szerinted alapvetően akkor lesz képes legalábbis tartósítani, nem is növelni a népszerűségét, ha képes politikai állításokat megfogalmazni, vagy épp ellenkezőleg valami más típusú képesség, és valami más típusú, hát én nem is tudom, cselekvés lesz majd az, amivel ő képes lehet bemenetelni a szavazófülkékbe, és komoly sikert elérni. Szóval most kiment a politikai piacra, ahol hangosakat, erőseket mondott, és most mindenki ráfigyel. De a politikai piac többi szereplője ott van, és beszélni fog a jövőben is, majd arra fordul a figyelem, hogy Vitézi Dávid, vagy Karácsony Gergely, egy csomó kérdés föl fog merülni az európai parlamenti választásokkal. Szerintem a Fidesz elő fog hozni olyan ügyeket, amelyek nagy közfigyelemnek örvendenek majd, vagy a nagy törekvés lesz rá. Nagy kérdés, hogy ezekben ő, amikor reaktív helyzetbe kerül, tehát amikor mondani kell arról valamit, hogy szerinte Vitézi Dávid, vagy Karácsony Gergely, hogy szerinte, hogy legyenek, mi lenne helyesebb mondjuk az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban, vagy a Fidesz előáll ügyekkel, hogy ő nem mint napirend meghatározó, mint ahogy most történik, hanem mint reagáló, hogyan tud kitűrni a többiek közül. És nem süllyed-e bele abba az ellenzéki világba, ahol most is mindenki minden nap beszél, hát aki az MT-t figyeli, az látja, hogy egyébként minden párt kiad minden nap közleményt, vagy legalábbis törekszik rá, tehát a kutyát nem érdekli, hogy mondjuk mit mond a Jakab Péter pártja Magyar Péter hangszalagjáról. De mi lesz, ha nem róla szólnak majd a hírek, hanem Vitézi Dávidról szólnak, vagy Karácsony Gergelyről, vagy Karácsony Gergely ügyeiről, vagy én fogalmam sincs, hogy éppen miről, akkor vajon hogy lehet megtartani ezt az érdekességet ebben azért? Szóval itt fognak a dolgok elválni egymástól. A Karácsony Gergelyel való esetleges együttműködést azt elég hamar kizárta, de igazából pont a tegnapi Doorstep sajtótájékoztatóján úgy nyilatkozott, hogy Vitézi Dávidot is túl közelinek érzi a Fideszhez, ezért vele sem tud elképzelni semmifajta együttműködést. Te azt gondolod, hogy ebben még várhatunk majd fordulatokra, mert eléggé a mosolyodból valami ilyesmire következtetek, tehát hogy a te megítélésed szerint hogyan megalapozott az az elemző értékelés, hogy azért Vitézi Dávid középutassága, illetve Magyar Péter középutasság, a centrizmusa azért az logikus, hogy valahol találkozó, ráadásul előállít egy olyan helyzet, hogy mindketten rá vannak szorulva a másikra, és ezzel tudnak igazán nagyot gurítani, adott esetben a szavazataikat maximalizálni. Ez szerintem itt a karakterből tudunk esetleg következtetni arra, hogy mi várható. Ugye Vona Gábor pártot alapított, és úgy döntött, hogy az önkormányzati választásokon nem vesznek részt. Igen. Amivel kimaradnak a játék egy jelentős részéből, de ő egy hosszú távú építkezésben gondolkodik, ilyeneket mondott. Magyar Péter szerintem nem, aki most tényleg a reflektorfény közepén van, én azt hiszem, hogy ő nem nagyon engedheti meg magának azt, hogy hasonló módon azt mondja, hogy hosszú távú építkezésbe kezdünk, és ezért csak az LP választás, az önkormányzati nem fog érdekelni, nem megyek be erre a pályára, ahol pedig most majd az érdekes dolgok elindulnak. Úgyhogy csak ebből gondolom azt, hogy az ő fejében benne lesz az, hogy ebben a játékban hogyan tudna részt venni. Akár egyébként Vitézi Dáviddal, akár Karácsony Gergelyen, mert azért itt most volt egy kölcsönös udvarlás is kettőjük között, ha figyelted, ugye hát Karácsony Gergely rögtön használta a maffia állam kifejezést, szóval, hogy
hogy nyilván most ő szereplőjévé vált ennek a világnak, és itt lehet ugye nagyon jó vagy rossz döntéseket hozni, de a kérdés lehetően az, hogy hozzon-e ilyen típusú döntéseket, és én azt gondolom, hogy fog hozni ilyen döntéseket, ő nem fogja kihagyni ezt a lehetőséget, meglátjuk, hogy jól dönt vagy rosszul. Ugye hivatkozott Magyar Péter, bocsánat, 24 pontos interjútban úgy nyilatkoztál, hogy a kegyelmi botrány ideig nem sikerült igazából a Fidesz, tehát a Fidesz táborát sikerült megvédeni ennek a hatásaitól. Most azt mondod, hogy valószínűleg azért már valamelyest érinthette a külső karélyokat, felteszem én, ennek a hatása. Engem az érdekel alapvetően, hogy te hogyan látod, mi lehet most a legfontosabb stratégiai célja a Fidesz kommunikációs gépezetének. Szerintem itt is valami olyasmit láthatunk, hogy egyszerre több igazság van jelen, tehát egyszerre valószínűleg működik az, hogy izolálják az egész jelenséget, pontosabban a saját táborukat a jelenségtől, de valószínűleg van benne az is, hogy az ellenzék menedzsmentben ez is egy eszköz, hogy elképzelhető, hogy nekik jobban jön mondjuk egy erősebb Magyar Péter a többi szereplő gyengülésének a kárára. Ezek akár egyszerre is lehettek igazak, az is lehet, hogy mi nem döntöttek ebben a kérdésben, csak a rutin szerint mennek előre, és próbálják minél jobban gyilkolni az ő karakterét. Szóval látsz-e bármilyen stratégiai célt igazából a kormányzati médiagépezet jelenlegi mozgásában? Szerintem egy sorrendiség van, tehát azt gondolom, hogy pont a válság miatt nyilvánvalóan látszik, a legfontosabb cél azonnal megállítani, lezárni, megállítani, egyértelművé tenni a narratívát. Én nem, sokszor láttuk már a Fidesz kampánygépezetét működés közben, de most nagyon erősen látjuk azt, hogy micsoda energiákat mozgatnak meg azért, hogy ez az értelmezés, tehát, hogy Magyar Péter egy áruló, feleségverő, stb. Ez nagyon ott legyen minden Fidesz szavazó fejében. Szerintem most csak ez a cél. Az, hogy Magyar Pétert aztán később mire lehet használni, ha ő is egy 32. ellenzéki párttal megjelenik a mezőnyben, már mire lehet használni, nem abban az értelemben, hogy ők fogják megvásárolni, hanem hogy a saktáblán ő mennyire tudja segíteni az ő működésüket, még jobban megosztani az ellenzéket, az egy következő gondolkodás. Én most ezt a válság menedzselést, vagy válságkommunikációt, meg egyáltalán azt a tudatot, hogy probléma van, baj van, ezt érzékelem a Fidesz kommunikációban, és abból fakadnak szerintem ezek a hát ritkán látott, válságok esetén látott ilyen bájos furcsaságok, mint Gulyás Gergelynek az a elég furcsa videós bejelentkezése, ami nem a Fidesz... Amit ülve követel, hát igen. Másrészt pedig ugye egyezekben megegyezik azzal a szöveggel, amit kiír a saját oldalára. Igen. Intellektuálisan nem túl fölemelő. Nem, és most sok olyan reakció van, amiben azt látom, hogy a cél a fontosabb, és az eszköz az kevésbé érdekes. Nincs idő átgondolni az eszközt. Talán még ez a ma látott interjú is egy kicsit ilyen volt. Tehát, hogy nem nagyon sokat gondolkodtak, hogy ez most tényleg mit árthat hosszabb távon, stb., hanem nagyon gyorsan ezt a helyzetet meg kell oldani, nagyon gyorsan oda kell menni, amit Ruf Bálint helyesen látott tegnap este, hogy valóban ez fog következni. Én tényleg nem gondoltam volna, hogy ez be fog következni. A te megítélésed szerint kik Magyar Péter eddigi fellépésének a legnagyobb vesztesei az ellenzéki oldalon? Hát szerintem az egész ellenzék. Tehát a legnagyobb... De mondjuk a DK is, én azt gondolom, hogy azért ő tudja a legjobban védeni a szavazóit. Ugye lehet azt tudni, hogy a napokban elvileg formálódik egy DK-MSZP párbeszéd, valamilyen választási együttműködés. Felteszem, hogy ez sem jött volna létre igazából anélkül, hogyha Magyar Péter nem lép föl. Ezt nem tudjuk, lehet, hogy megtörténik, lehet, hogy nem. De ez már azt mutatja, hogy a DK vesztese ennek, hiszen a DK-nak nem volt érdeke az MSZP-t és a P-t beemelni. Uh-huh. Az európai parlamenti választásokon. Nyilván a DK-nak az lett volna jó, hogyha az EP egy hagyományos nyugodt választás, vágóhíd az ellenzék legtöbb szereplője számára. Tehát ahol a kivégzés megtörténik. A DK-nak ez lett volna az érdeke, Fidesz kap 45-50%-ot, DK második legerősebb pártként mondjuk 15-20%-kal bemasírozik, de nem ez a fontos, hanem hogy az az 5-6-7 ellenzéki párt, akik majd 26-ba oda akartak ülni az asztalhoz, vérezzenek el. Ez volt a DK érdeke. De most az egész, tehát az, hogy megbomlott a status quo, az valójában az ellenzéki oldalon mindenkinek rossz. Még Karácsony Gergelynek is rossz. Na, rossz, mert Vitézi Dávidnak jó az, hogy egyszerűen az a status quo, ami volt az ellenzékben, az felborult, felborulni látszik, a játéktér kinyílt az ellenzék oldalon, ez biztos, hogy nem Karácsony Gergelynek, hogy nem jó a DK-nak, tehát még olyan szereplőknek se, akiket nem mondanál most azonnal. És hát persze a legrosszabb azoknak, akiknek a szavazói pedig vadászmezőként jelennek meg Magyar Péternek, hát nyilvánvalóan ez a Momentum leginkább, azt gondolom, hogy az ő szavazói állhatnak talán leginkább közel ehhez, de ezt nyilván ezt csak érzésre gondolom,
hogy melyik az a szavazótábor, és az a néhány kis párt. Akár a kutyapárt is ide számíthat nyilván, de szerintem ez nagyon nehéz így olyan kis számnál vagy egységnél megmondani, amit ezek a pártok képviselnek. Ez egyszerűen csak inkább megérzés, mert hát nyilván azt látom, hogy egyébként ilyen zsurnalista, hát bizonyos értelemben egyesség is, hogy ezek a pártok lehetnek leginkább veszélyben. De azt fontos rögzíteni, hogy most jelenleg az ellenzéket jobban bántja Magyar Péter, mint a kormány oldalt. És szinte mi lehet Magyar Péter változás elmélete? Ugye a Néninek adott egy interjút, Kaufmann Balázs készítette, amivel arról beszélt, hogy igazából a két nagy töm között egy harmadik erőnek kell fölemelkednie, és azzal kell meglennie a kormány többségnek vagy alkotmányozó többségnek egy választáson, miközben nyilvánvalóan nincsen két tömb, nagyon sok tömb van, vagy hát van egy nagy tömb, és vannak kisebb szigetecskék, amelyek néha hol összeállnak, hol választások között egymás ellenfeleivé válnak, és így tovább. De hogyha megnézzük egyébként csak magát a választójogi kör, az sem teszi lehetővé valójában a három tömnek a működését, valójában kettő tömre van optimalizálva. Ezt feltétlenül Magyar Péter is pontosan tudja. Szerinted mit kell tennie ahhoz, hogy elkerülje azt a csapdát, hogy újabb pártként megjelenve a szétaprózódáshoz hozzá tudjon járulni, de valójában ne tudja elérni azt, hogy egy jobban szervezett, jobban organizált, jobban kiélesített új tömb álljon össze? Szóval igen, a választási rendszer ennek ellentmond, de hát nem csak a választási rendszer fontos a politikai szereplőknek, attól még lehet egy háromosztatú politikai tér, hogy egyébként a választási rendszer az nem támogatja a háromosztatúságot. Tehát szerintem első lépésben neki nyilván ez lehet a célja, hogy a hagyományos ellenzéki pártok és a kormányoldal mellett között teremtsen magának egy jelentősebb tábort, mondjuk egy közepes méretű tábort, ahogy itt elhangzott, egy 10-15-20%-os tábort. Tehát ez sikerülne, az egy óriási fejlemény lenne. Tehát zöld mezős beruházásként, egy középméretű politikai erőként felemelkedni, azért az nagyon sok minden irányba elvihet. Ne felejtsük el, hogy a Jobbik mondjuk 14-ben és 18-ban is egy ilyen 20%-os politikai erőként volt egy elég jelentős szereplője a magyar világnak. Tehát én egyébként őszintén szóval ezt is hát jelenleg a sci-fi kategóriába tartozónak gondolom, de nyilván a magyar politika válsága lehet, hogy eljutott egy olyan szintre, hogy valóban már ilyen mértékben is megremeghet a pártrendszer. Nem tudom, én minden, amit erről eddig korábban gondoltam, az ennek ellentmond, de nem elképzelhetetlen. Tehát szerintem ez a célkitűzés teljesen reális, abban az értelemben, hogy ez az első lépés ahhoz, hogyha valamit akarsz, és aztán utána persze már a választási rendszer szempontjai előjönnek, de én azt gondolom, hogy azért az ő számításaiban nem ez a statikus mai pártrendszer helyzet van, és ebben azért nem csak a baloldal érdekes, vagy az ellenzéki tábor, hanem a kormány oldal is. Tehát ha valaki hosszú távon akar Magyarországon politikai szereplővé válni, annak számítania kell arra is, hogy azért a jobb oldalon sem biztos, hogy mindig megmarad az egy a zászló, egy a tábor. És az ugye egy teljesen új helyzet, egy teljesen kinyitott világ. Most persze ezzel nagyon messze... Ez a stratégiai célja szerinted Magyar Péternek? Én nem gondolom, hogy neki ilyen stratégiai elképzelései jelenleg lennének, amikor egyszerűen a következő perc politikai értelemben való túlélése. A pillanat uralása, de leginkább a túlélés most ebben a pillanatban. Azt gondolom, a felszínen maradása, vagy a, hát igen, a momentumnak a megtartása az, ami az ő fejében lehet. Ugye április 20-án indul a kampány, a júniusi választása, addig igazából új pártot beegyeztetni nincsen már lehetőség. Ugye itt fölmerül akkor az a kérdés, hogy mégis kik lehetnek Magyar Péter természetes szövetségesei. Van erről bármilyen tudásod vagy elképzelésed? Hát elképzelésem van, tudásom nincs. Azt gondolom, hogy a jelenlegi politikai palettáról, ha gondolkodunk, akkor nagyon sok kis pártnak ez nagyon jelentős hozzáadott érték lenne. Ugyanakkor nem biztos, hogy ez, sőt, biztosan nem szolgálná Magyar Péter érdekét. Tehát gondoljuk csak végig azokat a kisebb politikai erőket, amelyek sokat profitálhatnának azzal, hogyha ezt oda tudná Magyar Péter jelenleg tenni, hát azt gondolom, hogy ezek egyike sem kompatibilis Magyar Péter politikai, hát miével, ambíciójával, vagy azzal az imázsával, amit ő próbál magáról kialakítani, és ezt milliószor el is mondta már, hogy nagyon fontos politikusok keresték, de ő nem fog beengedni politikusokat az új politikai mozgalmába, tehát nem gondolom ezt valószínűnek. Valószínűnek tartom azt, hogy ő keres kis párt alatt értve bejegyzett, de nem létező politikai erőt, és annak színeiben indul a választásokon. Ugye tudjuk, hogy több száz, vagy száznál is több bejegyzett politikai párt van Magyarországon. Itt érdemes neki szerintem
keresgélnie, és nem a magyar politikai zsurnalizmusban kis pártnak hívott 1-2%-os pártok világában. Tehát engem nagyon meglepne, hogy akár a Jakab Péter, Vona Gábor, vagy tudom, a Párbeszéd, vagy akár a Momentum politikai közösségében jelenne meg. Ez lehet, hogy a kisebb pártoknak érdekük lenne, bár azt gondolom, hogy azért ott is elég komoly fenntartásokkal kezelnék ezt. Neki meg jelenleg nem érdeke, mert láthatóan neki van, lehet politikai tábora. És azon kívül az ellenzéki pártok, hogy arra bazíroznak, hogy Magyar Péter valamilyen hibákat majd elkövet, szerintem tehetnek bármi más annak érdekében, hogy visszavegyék a kezdeményezést, vagy igazából azt kell tudomásul vennünk, hogy erre az időszakra ez a lehetőség nekik már elúszott. Ugye pont a kegyelmi botrány kapcsán nyilatkoztál úgy, hogy ott a kötelezőt jól hozták a pártok, bár mondjuk például ha azt nézzük, hogy a DK-nak a közvetlen elnök választásos követelése talán egy hetet sem élt, az a tüntetés, amit pedig ennek érdekében hoztak össze, hát igen gyászos képet mutatott, nem különben egyébként a március 15-i mozgósításuk, ahol voltak pártok, amelyek kompletten lemondtak arról, hogy megjelenjenek a köztereken, akik megjelentek, azok pedig nem tudták igazából fölvenni a versenyt, sem a Fidesszel, még kevésbé Magyar Péterrel. Szóval ebből a szempontból szerinted nekik most az a feladatuk, hogy kivárjanak, amíg Magyar Péter valamilyen hibát ejt, és akkor végül egyébként a nem tudom én elbizonytalanodott szavazókat bevárják a szavazófülkében, akik végül visszatérnek a pártjaikhoz, vagy van még más típusú lehetőségük, hogy visszavegyék a kezdeményezést, a dominanciát? Ez a szép esettanulmány volt szerintem a hangfelvétel nyilvánosságra hozása utáni ellenzéki kommunikációt. Csak egy pillanatra gondoljuk azt el, hogy mondjuk a Gyurcsány kormány időszakában áll elő az igazságügyi miniszter volt felesége egy hasonló hangfelvétellel, amiből kiderült volna, hogy a Gyurcsány kormány valamelyik befolyásos politikusa, minisztere, második embere kihúzatott volna ügyészségi anyagokból szövegeket. Tehát csak gondoljuk el, hogyha egy ilyen nyilvánosságra kerül, akár még a mostani formában is, abból mit kihozott volna az akkori ellenzék. Ezt egyébként Fidesz szavazóknak is lehet ajánlani ezt a gondolatot, hogy egy ilyen esetben mi lett volna a véleményük. Hogyha egy hasonló hangfelvétel, független annak körülményeitől nyilvánosságra kell. Hát ebben van empíriánk, mert azért hangfelvételre való ellenzéki reakciókban legalábbis 2006-ot követően láttunk igen erős példákat. Így van. Tehát van fantáziánk, meg láttunk is dolgokat, tehát elképesztő erős muníció lett volna. Ehhez képest most mit láttunk? Hát hogyha megnézed, hogy hogyan reagáltak az ellenzéki pártok, talán a legerősebb az volt, hogy vizsgálóbizottság felállítását követelte egy politikai erő a parlamentben, de hát ez sem volt olyan igazán éles. Tehát, hogyha lenne ellenzék, akkor nyilván már, hogy egységes ellenzék, és ennek Magyar Péter is a szereplője vagy tagja lenne, egységes érdekekkel, akkor nyilván ebből rengeteget ki lehetett volna hozni. Az a tartózkodás, távolságtartás, azt feltételezem, amit láttunk, az nem csak abból fakad, hogy impotens az ellenzék, ezt sok ügyben láttuk, hanem politikai érdekből. Hát persze, politikai érdekből is. Tehát nyilván lehetett volna azt mondani, hogy amíg ez a dolog nem tisztázódik, addig nem vagyunk hajlandóak részt venni az európai parlamenti választáson, és ezzel világbotránnyá dagasztani az ügyet, de hát ebből csak Magyar Pétert tették volna meg az ellenzék valódi vezetőjévé. Ezért nyilván az ellenzéki pártok hát ilyen hűvös távolságtartással figyelik mindazt, ami történik, és bizony, ahogy mondod, hát valójában az az érdekük, hogy egy adott ponton bebizonyosodjon róla, hogy ha nem is király, de mindenképpen mesztelen. Hmm. Szóval, hogy én ezt gondolom, hogy ez történik, mit lehetne tenni ellene? Hát nyilván, amíg a pillanatot uralta, addig keveset, de mostantól azért ebben a két hónapban az ellenzék tudna mit tenni. Tehát, hogyha elkezdene politizálni, és politikai tartalmakkal jelenne meg, de hát... Pont ez volt, amit a Életút interjúban itt nekünk adtál a Partizán, és ha valaki még nem látta volna, akkor szerintem mindenképpen nézze meg. Lehetőség szerint egyébként a Vágatlant, mert szerintem kifejezetten izgalmas. De, szóval ott amellett érveltél, hogy két választás között nagyon is lenne logika és racionalitás abban, hogy a pártok, az ellenzéki pártok kidomborítsák az egymás közötti ideológiai különbségeiket, hogy karakteresebb világnézeti politikát folytassanak. Ennek a nyomát nem láttuk az elmúlt időszakban, és mégis azt lehet látni, hogy ennek a típusú, tehát hogy Magyar Péter sem egy éles világnézeti ajánlattal lépett föl, hanem egy centrista ajánlattal, és elképesztő húzóereje van, korábban is nagy húzóereje volt. Tehát kérdezem tőled, hogy mivel magyarázott egyrészt, hogy ekkora húzóereje van a centrista ajánlatnak, másrészt, hogyha ekkora húzóereje van, akkor valójában miért lenne logikus az ellenzéki pártoknak karakteres politikai ajánlatokkal előállniuk? Szerintem nem a centrista üzenetnek van ekkora húzóereje, hanem egyszerűen annak, hogy megjelent a színen egy új politikai szereplő, pont azért a messiás várásnak van jelentős szerepe. Én azt gondolom, hogy szinte mindegy
az, hogy Magyar Péter mit mond, az teljesen mindegy. Nem is kockáztat sokat, mert mond mindent, amit az ellenzék szokott mondani, de ha ő bármilyen lenne, akkor is ez a tábor most követ. Jó, de hogyha nem tudom, radikális újraelosztást követelne, és nem tudom én, radikális baloldali gondolatokkal lépne föl, vagy épp ellenkezőleg adott esetben a nemzeti tőkés osztálya szemben rendkívül megértően, és azt mondaná ő is, hogy sokkal több Mészáros Lőrinc típusú nagyvállalkozóra van szükség, akkor azért valószínűleg tudna ő is törésvonalakat keltetni, és nem tudom, hogy az ő szavazatszerző képességét ez segíteni, vagy sem, azt gondolom inkább gyengíteni. Mondott azért konzervatív tábornak is szerintem kedves szavakat, ami mondjuk az ellenzéki tábornak talán kevésbé kedvesek, de arra nagyon figyelt, hogy semmit sem mondjon erősen. Tehát ilyen típusú közpolitikai tartalmakat nem nagyon mondott, és azt gondolom, hogy ezt jól tette. Abban a helyzetben, amiben most ő van, neki ez a legfontosabb. Hogy senkit se idegenítsen el, és mindenkit bevonzon. Pont ez lesz a nehézség, hogy ezt azért nem lehet a végtelenségig csinálni. Igen. Pont azért, mert egy bevett politikai párt már ezt nem teheti. Mert ez a semmit mondáshoz fog vezetni. Ezért van az, hogy valójában itt beszélünk ellenzéki pártokról, de hát ezt a korábbi beszélgetésünkben is elmondtam, hogy őszintén szóval minden tiszteletem ellenére én nem nagyon tudok különbséget tenni az ellenzéki politikai erők kínálata között. És szerintem a választók meg még kevésbé tudnak igazán különbséget tenni. Igen, nem egyedül közlesz ezzel a problémával. Szimpátia alapján persze lehet különbséget tenni Donát Anna és Gyurcsány Ferenc között, meg látjuk, hogy ők egyébként nincsenek jóban, mert ezt írja a Donát Anna a Gyurcsányról, az meg azt mondja, de valójában politikai tartalomban... Kulturális különbségek nem politikai. Így. De akkor mégiscsak van valami fajta húzása ennek a retorikai centrizmusnak, amit Magyar Péter képvisel, nem? Magyar Péternek van húzása szerintem. Nem a retorikai centrizmusnak, az inkább egy adekvát eszköz. Csak az záráshoz közeledve, vagy igazából lezárva a beszélgetésünket, te milyen lépésekre számítasz a következő hetekben? Ugye április 6-án, tehát jövő hét szombaton lesz ez a választási nagygyűlése Magyar Péternek. Gondolom, hogy a politikai logika az diktálja, hogy neki ott be kell jelentenie legkésőbb ezt a jelölő szervezetét, aminek a színeiben el fognak indulni az európai parlamenti választáson, hogy aztán az önkormányzatira bármilyen szempontból készülnek-e vagy sem, lehet, hogy ezt ott még nem fogja elmondani, de hogy ha te most, nem tudom, hogy iránytűként szolgálhatnál a nézőink, hallgatóink részére, milyen lépésekre, milyen mozgásokra érdemes figyelni ahhoz, hogy a lényeget lássuk, mert elképesztő a habzás, tényleg nagyon nehéz napi szinten ilyen figyelmet biztosítani az eseményeknek, és nyilván nagyon sok minden történik, ami nem is érdemli meg a figyelmet, csak ezt a jelenből nagyon nehéz sokszor észrevenni. Szóval szerinted mi az, ami mégis megérdemli azt, hogy figyeljünk, kövessünk, és adott esetben vegyünk észre jeleket? Hát én a nézőknek, hallgatóknak azt javaslom, hogy most kapcsoljanak ki, mert én ebben nagyon rossz vagyok. Tehát az, hogy mi fog a jövőben történni, nyilván, tehát a jövőbelátás képességem az nagyon csekély, szerintem az elemzőnek a megtörtént dolgokhoz kell viszonyulnia, de nyilván gondolok valamit erről, de az nagyon az... Pont ugye abban a beszélgetésben, amiben legutóbb találkoztunk, ott is valami hasonlót kérdeztél, hogy mit tanácsolnék, és én azt mondtam, hogy annyira ne nagyon figyeljék azt, ami történik, mert nem kell minden nap, meg minden pillanatban figyelni, hiszen nem fog ez olyan gyorsan változni. És most mit bizonyított be ez a két hónap? Az bizonyította be, hogy még egy ilyen domináns pártrendszerben is, ha néhány dolog, néhány fontos dolog megváltozik, az sok mindent meg tud változtatni, a status quo-t meg tudja törni, és ahogy Lakner Zoltán fogalmazott, itt vissza tud térni a belpolitika. Tényleg, ezt látjuk, most tényleg érdemes figyelni. Tehát szemben azzal, amit akkor mondtam, azt gondolom, hogy most egy olyan időszak van, amikor most nem érdemes aludni, és nem érdemes mást nézni, mert most sok mindent meg fogunk tudni magáról a rendszerről is. Leginkább arról egyébként, hogy a rendszer mennyire veszítette el azt a képességét, hogy gyorsan visszarendeződjön. Eddig minden válságból nagyon jól vissza tudott rendeződni az Orbán kormány. 12-ben, 14-15-ben, bármi válság volt, egy kisebb bukdácsolás után azért megtalálták azt a retorikai vonalat, narratívát, sőt, sikeresebben megerősödve jöttek ki. A domináns pártrendszer irodalom mindig azt mondja, hogy azon túl, amit mondtam, az is az ilyen kormányzatoknak a veszélye, hogy is van, hogy mi a jó, szép mondható kifejezés, hogy hát hogy elkorhadnak, vagy berozsdásodnak ezek a politikai erők. Ugye, amikor status quo van, hosszú időn keresztül nem nagyon kell válságokat kezelni, nincs igazán szimmetrikus politikai helyzet, akkor egy idő után azért ezek a képességek elvesznek. Eddig én ennek a nyomát se láttam, hogy ezek elvesztek volna. Most meglátjuk. Ez a két hónap sok. Nekem az igazság soknak tűnik,
arra, hogy adhatunk egy esélyt arra, hogy tényleg van valami fajta elfáradás, hát valami fajta, igen, hát valami olyasmi, ami recseg, ropog az egész. Az embernek van ez az érzése egy kicsit, nem? Az ellenzéki tábor is, de a kormány oldalon olyan nehezebben működnek a dolgok. Maga a miniszterelnök politikájában is látszanak ilyen jelek. Hát engem teljesen megleptek néhány mondatai, amikor ugye arról beszélt, hogy mindannyian magyarok vagyunk. Például ilyeneket soha nem mondott korábban. Tehát, hogy nem, ne azt kell nézni, ami elválaszt, hanem olyan kísérletek, amiket tényleg olyan retorikai, kommunikációs kísérletek, amik arra utalnak, hogy azért itt nagyon útkeresés van. Én erre például nagyon figyelnék, hogy ez most mennyi idő lesz. Lehet, hogy itt ülünk pár hét múlva, vagy pár nap múlva, és azt látjuk, hogy visszaveszi a kormányzat a kezdeményezést, de most mintha nem ez tűnne. Erre lesz igazán érdemes figyelni. Én az ellenzéktől olyan sokat nem várok, őszintén szóval. Ott csodának kellene történnie, hogy az ellenzék, a meglévő hagyományos ellenzék saját kezébe vegye a dolgok irányítását. Eddig ez soha nem sikerült, és még ebben a két hónapban is csak reaktívak voltak. Az igazi kérdés szerintem az, hogy a kormány oldal ki tud-e bújni ebből a válságból. De akkor még egy személyes kérdést engedj meg. Ugye azért te már évtizedes viszonylatban elemzed a magyar belpolitikát, sok apályt, dagályt láthattál. És azért azt gondolom, hogy abban kb. Egyetértettünk, amikor az interjút csináltam veled is, hogy 2022 óta egy nagyon hosszantartó apája volt, egyfajta megfagyottsága, hogy most még egy újabb ilyen természeti, nem tudom én, képpel élhessek a magyar belpolitikának. Az, hogy most látszik ez a pezsgés, hogy ez strukturálisan mit fog majd hozni magával, azt most még nem tudjuk, de azért az mindenképpen látszik, hogy fölbuzgott az érdeklődés, hirtelen megint lett belpolitika ebben az országban. Szóval ez, amikor a te politikai elemzői libidódat, ez meg tudja még mozgatni, vagy alapvetően van benne egy hűvös távolságtartás, mert sokszor láttál már ilyesmit, és az az értékítéletet, hogy alapvetően a nagy dolgokat nem az ilyen folyamatok határozzák meg. Az én különböző politikai előrejelzésekkel foglalkozó kutatások azt találták, hogy a legpontosabb előrejelzések mindig azok voltak, amelyek azt mondták, hogy úgyse fog semmi történni. Tehát kényelmes pozíció azért. Nem csak kényelmes, de sikeres pozíció is, és abban az értelemben nagyon hatékony. Tehát ha végig gondoljuk, hogy hány olyan eset volt, amiben sokan beleláttak dolgokat, és hányan mondták el, akkor mindig valójában hosszú távon azok nyertek, akik azt mondták, hogy nem fog semmi történni. Mondjuk például a 80-as évekre vonatkozóan van egy csomó ilyen jó kutatás, hogy kik látták meg előre azt, ugye, hogy bekövetkezik a bipoláris világrendszernek összeomlása, és nyilván a legjobb tippek azok voltak a folyamatosan, amelyek azt mondták, hogy nem fog semmi történni. Aztán mégis megtörtént. Szóval az egészben a legnehezebb szerintem ez, hogy mindig ott van a hattyú, ugye a híres fekete hattyú, hogy egyszer majd felrepül, azt várjuk, hogy lesz valami olyas valami, de azért az esetek többségében nincs, mindig csak fehér hattyúk jönnek, nem jön az a fekete hattyú. Soha nem jön. Vagy sokszor nem jön, de azt egyszer-egyszer jön. Szerintem az én szakmámban ez az egyik legérdekesebb dolog, hogy egyébként minden ilyen kérdésre azt kell mondani szerintem. Hogyha igazán őszinték akarunk lenni, és azok, akikkel én dolgozom, általában ezt is szoktam mondani, az a legvalószínűbb, hogy nem fog változni semmi. De néha mégis változnak a dolgok, és ez teljes mértékben kiszámíthatatlan, úgyhogy én azt javaslom mindenkinek, hogy az elemzőktől azt várja el, hogy utólag elemezzen, és ne azt, hogy előre lássa ezeket a fekete hattyúkat. Török Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és külön köszönöm a rugalmasságodat, hogy még ezt a másfél órás csúszást is bevállaltad, és így volt lehetőségünk átfogóbban elemezni, értelmezni a mögöttünk álló eseményeket, és azért valamelyest szerintem mégiscsak belecsúsztál abba, hogy valamit azért a jövővel kapcsolatban is megosztottál velünk, de mivel éppen ezért valóban az elemző a múlt eseményeit képes láttatni vagy keretbe helyezni, ezért mindenképpen fogunk majd még számítani arra, hogy gyere hozzánk a választási időszakban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Köszönöm én is. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet, pláne azt, hogy egy ilyen késő órán is velünk tartottatok, egészen sokan. Mindenképpen tegyetek majd így a következő napokban is. Holnap ugyanis egyrészt két adással készülünk, másrészt pedig az egyik adás az egy konkrét polgármester jelölti vita lesz. A belváros, vagyis az 5. kerület, Budapest 5. kerületének ellenzéki polgármester jelöltjei fognak majd összecsapni 5 órától. 7 órától pedig egy nőjogi kerekasztallal készülünk, amelyben a legprominensebb nőjogi szervezetek különböző képviselőit hívtuk össze. Annak érdekében, hogy átfogóan elemezzük azt, hogy mégis mit lehet elmondani Varga Judit igazságügyi miniszter nőjogi eredményeiről. Ha érdekel az adás, mindenképpen tartsatok majd velünk a holnapi nap folyamán is. Itt is el kell mondanom, hogy természetesen mi is küldtünk interjúkérelmet Varga Judit részére. Ha elfogadja a meghívásunkat, akkor természetesen mi is biztosítjuk számára a megszólalás lehetőségét. Nagyon fontos, hogy tart
elindult és tart az 1%-os adománygyűjtő kampányunk, ugyanis lehetőségetekben áll a személyi jövedelemadótok 1%-ával támogatni a Partizánt. Tavaly is megtettétek ezt, akkor rekordszámban álltatok mellénk, ezúton is köszönöm ezt. Kérlek, hogyha tavaly már nekünk adtad, akkor add idén is nekünk az 1%-odat. Ha pedig nem tettél így, és egyébként meg szereted a tartalmainkat, akkor kérlek, hogy ezzel támogass bennünket, állj mellénk, segítsd a munkánkat. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet ezen a késői órán. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, holnap találkozunk, addig is, ciao.